Szent Erzsébet búcsúi ünnepet ült a kaposszekcsői katolikus közösség. 125 éve szentelték a templomot Szent Erzsébet tiszteletére. A szentmisére megtelt az aprócska templom gyerekekkel, felnőttekkel és idősekkel. A búcsúi ünnepi misét Battonyai János mágocsi plébános celebrálta. 125 éves a templom, pont most van Erzsébet napján a 125 éve, amikor felszentelték. Gyakorlatilag addig Kaposszekcsön nem volt bent templom, hanem Szőlőhegyi rész Kaposszekcsőhöz tartozott, ott volt egy kis kápolna, és akkor döntöttek úgy a kaposszekcsői katolikusok, illetve akkor már az evangélikusok is, hogy mind a ketten templomot építenek. Ezt a katolikusoknak sikerült először, ezt láthatjuk itt, és a mellettünk pedig az evangélikus templom, ami rá pár évre készült el, akkor lett itt a központban a két településnek a résznek a temploma. Gyakorlatilag ebből is látszik, hogy Kaposszekcsön katolikusok, illetve evangélikusok laknak többségébe, illetve azóta már több gyülekezet, felekezet is megjelent a településen. 12 éve sikerült felújítani ezt a templomot külsőleg, belsőleg nincsen nagyon rossz állapotban, de azért statikailag jó lenne ugye még belülről is megerősíteni, illetve egy új festés ráférne, reméljük, hogy a közeljövőben az is megvalósulhat. A falu közössége, főként a katolikus egyház közössége igen aktív. A templom megépülését és évek során a folyamatos megújulását is nagyban támogatták a hívek. Nevezetes ez az alkalom, amiből összejöttünk, hisz nem sok templom mondhatja el a környékünkön, hogy 125 éves. Igaz, hogy pici, van, aki azt mondta róla, hogy cipős doboznyi, de nekünk ez pont jó. Tele van, mint a szívük. A hívők összefogásából épült, hisz nem volt Kaposszekcsön templom. Vásáros dombóra, illetve a Szőlőhegyi Szent Anna kápolnához jártak a hívek. Aztán egyszer megfogalmazódott a gondolat, hogy kellene nekünk is egy templom. Megvásárolták a telket, közadakozásból összeadták az építőanyagot, és elkészült. Ennek 125 éve. 125 éve állja az idők viharát, fogadja a híveket jó időben, rossz időben. Néhányszor felújításon esett át, a hívek adakozásából készültek a padok, a szobrok, és minden, amit itt láthatunk. De nem csak 125 évvel ezelőtt adakoztak a hívek, hanem azóta is folyamatosan. Ha csak az utóbbi 20 évet nézem meg, a hívek adakozásából készült el a keresztút, vásároltuk meg a székeket, készítettünk új Betlehemet, új oltárkeresztet, kancsókat, összeadtuk a pénzt a harangjavításra, a templom tavalyi évi fűtésére és minden egyéb más költségre. A szentmise előtt a felsős hittanosok Szent Erzsébet életéről mutattak be néhány epizódot, majd a Szent Erzsébet kenyerek megáldása következett. Szent Erzsébet a szegények védőszentje, aki élete során ételt és segítséget nyújtott a rászorulóknak. Ezt a legendát láthattuk a gyermekek előadásában, melyet a helyi hittanoktató Nagyné Tóth Erzsébet vezetésével mutattak be a diákok. Nagyon jelentős alkalmunk van, hisz ennek a pici templomnak 125. évfordulóját ünnepeljük. 125 évvel ezelőtt szentelték föl, pont Erzsébet napon, Erzsébet tiszteletére, amit a főoltárunk is jelez. Az elején egy Szent Erzsébet életéből mutatandó jeleneteket adunk elő, aminek lényege kiemeljük Erzsébet pici korától felnőtté válásig a legfontosabb eszményét, a szeretetet, hisz ő a Magyarország legismertebb magyar szent a világon, hisz Amerikában még városok is vannak elnevezve róla. Talán egyre aktívabbak, ha hétköznapi miséken kevésbé jelennek meg, de egy-egy ünnepre, karácsonykor, húsvétkor, búcsúra eljönnek még a vidéken élő testvérek, gyerekek, unokák is, hogy együtt ünnepeljenek a családdal. Minden vasárnap 9:30-kor, szentmise után szeretett vendégség lesz a közösségi házba, ahova nagyon-nagyon sokan ajánlottak föl süteményt, illetve anyagi támogatást, amire mindenkit várunk, aki részt vett a szentmisén.
A Szent Mise után a közösségi házban szeretett vendégségre hívták a résztvevőket, ahol lehetőség nyílt sütizés, tázás mellett beszélgetésre, játékra. Ez az alkalom jól összehozta a helyi híveket, alkalmuk nyílt a közös időtöltésre.